Fontos hét következik a Ferencvárosi Tornaklub életében, hiszen május 3-án ünnepeljük a klub alapításának 120. évfordulóját. A jeles dátumra a Fradi Múzeum egy időszakos kiállítással készült. Ferencváros szellemiségében benne van a hagyományok ápolása, tehát természetesen óriási nagy a boldogság, hogy a 120. jubileumunkon sikerült megnyernünk a 30. bajnoki címünket, és azért egyetlen klub vagyunk Magyarországon, aki 3 csillagot viselheti a mezén, de természetesen ez egy folyamat, és ez a mostani kiállítás is része ennek a folyamatnak, hiszen a kollégák már 6 időszaki kiállítást szerveztek itt, ez most a 7., és mindig próbálunk valami érdekességgel előállni, de nem csak itt, hanem hogyha azt mondom, hogy pénteken nem voltam Békés Csabán, ugye ott nyitottuk meg az Albert Flórián aranylabda emlékkiállítást, tehát mi mindenhol próbáljuk megmutatni azt, hogy a Ferencvárosnak milyen értékei vannak, milyen kincseink vannak, és a fiatal játékosok, gyerekek, akik futballozni szeretnének, vagy már játszanak, azok tisztában legyenek azzal, hogy nem csak Ronaldo meg Messi van, hanem van például egy Albert Flórián, vagy egy Rákosi Gyula, vagy sorolhatnám azokat a nagy neveket, akik tényleg példaképek lehetnek nekik. A gólkirályok sorából természetesen nem hiányozhatott az ezüstcipős Nyilasi Tibor sem, aki bízik benne, hogy az idei szezonban is a Ferencváros adja majd a gólkirályt. Az egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen lejátszottuk már a utolsó bajnoki meccset, és már a közönség a csapatot is ünnepelte meg azt, hogy aranycipős lettem. Aztán jött a hideg zuhany, hogy a riválisom, bolgári játékos az utolsó meccsen egy góllal megelőzött, és hát az aranyból ezüst lett. Talán ez az ezüst még jobban csillog, mint az az arany, mert egy szép sorozat után a társak segítségével, és az én szerencsémnek köszönhetően ez egy nagyon, nagyon a szívemhez nőtt, úgyhogy büszke vagyok rá nagyon. Tényleg egy csapat erejét az jelzi, hogy a csatárok hány gólt lőnek, vihaskodnak, nem önzőek, de ugyanakkor a saját presztízsüket akarják növelni ezzel, úgyhogy egy egészséges versenyfutásban nyerje meg, aki tényleg a legjobb formában is lövögeti a gólokat. És még egyszer mondom, a csapat életében nagyon nagy dolog, hogy több gólérzékeny játékos van, úgyhogy kívánom, hogy éljék át azt, amit én egyszer átéltem, amikor kimehettem és világhírű klubvezetőkkel, vagy játékostársakkal, vagy ellenfelekkel ott átvettem ezt a díjat. Elképesztő érzés. Május 3-án lesz 120 esztendős a Ferencváros, és azt gondoltuk, hogy ezt egy eseménysorozattal ünnepeljük meg. Ennek első lépése a mai kiállítás megnyitó. Ugye a Ferencváros mindig is a gólokról, a gólvágókról volt híres, hiszen a Ferencváros nagyon sok jó kapust, hátvédet és középpást adott a magyar bajnokságra, de hát mindig ugye a szurkoló, a gólok, a gólok, a gólok. Ezért gondoltuk azt, hogy a Ferencváros 120 évének gólkirályairól csinálunk egy kiállítást. Ugye ezt mondanom sem kell, hogy a Ferencváros 12 személyében 25-ször adott magyar gólkirályt a magyar bajnokságok történetében, és az ő relikviákból találtuk ki ezt a kiállítást. Maga a Fradi Múzeum itt a Groupama Arénában több mint 5 esztendős, azért ez szükségét mutatta, hogy egy kis ráncfelvaráson essen át. Én azt gondolom, hogy akik bejönnek és meglátogatnak minket, látni fogják, hogy ez a megújult Fradi Múzeum méltó a Ferencváros 120 esztendejéhez.